Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. Ebben a videóban Tilda könyvekről fogunk beszélni. Hogyha érdekel, maradjatok velem! Vezetőben elmondott Tilda nem biztos, hogy túl sok ember számára mond valamit, inkább azok számára lehet érdekes, akik a kézművességet ugyanúgy kedvelik, mint az olvasást. Körülbelül 15 évvel ezelőtt, amikor az első munkahelyemen kezdtem el dolgozni, a kolléganőm Ági ajánlotta Tilda könyveit, és első körben is hatalmas nagy szerelem lett, és igazából a Tilda könyvek indítottak el abban, hogy visszahozta számomra a varrás szeretetét. Tilda csak úgy emlegeti magát, mint Tón Finnanger, de igazából Tilda Vendernek hívják, és egy norvég kis szigeten született, mindjárt mutatom is az első könyvét. Az első könyve, amely megbabonázott, és azóta sem enged, az pedig a Barátságos otthon volt. Tilda 25 és 30 év közötti fiatal hölgy, aki ugye Norvégiában él, és az zord időjárás miatt nagyon-nagyon szeret elvonulni az otthonába és kézműveskedni. És olyan csodaszép tárgyakat készít el, amelyeket néhány rajzal leírva is, néhány illusztrációval ellátva, a mellékletben lévő szabás minták alapján te is bármikor el tudsz készíteni. Az az igazság, hogy nekem több felmenőm is varrónő volt, és mindig imádtam ezt a világot, és 11 éves voltam, amikor először varrógépet kaptam édesapámtól, és onnantól kezdve a varrás számomra nagyon nagy szerelem volt. De bizonyos szabályokat nagyon sokáig nem volt energiám megtanulni, és például a Tilda könyvekből tanultam cipzárat bevarni kis táskába, és hasonló dolgokat. Hogy miért is hoztam ide Tilda könyveit nektek, ugye most még november van, mikor felveszem ezt a videót, és novemberben fogjátok valószínűleg látni, és én arra biztatnék mindenkit, hogy vegyetek a kézbe egy-egy Tilda könyvet, és készítsetek el belőle egy-egy apró ajándékot karácsonyra, mert a kézzel készült ajándékoknak lelke van, és teljesen másképp reagálnak rá a családtagjaink. De akkor mutatom, és ez volt az első könyve, a Barátságos otthon. Itt ugye rózsaszínes és világos kék és nagyon szép pasztelszínekben készít apróságokat, például itt egy tűpárnát, de nagyon-nagyon sok olyan dolog is elkészül, amely a lakásunk díszelet, például akár a kertben egy ilyen kis angyalka, nagyon-nagyon megszerettem Tilda munkáit. És akkor mutatnám is a többi könyveit, mert én úgy döntöttem, hogy most megpróbálok nektek a kézművességhez, a másik nagy szerelemhez is, másik nagy szerelmemhez is kedvet csinálni nektek, és maradékanyagokból is neki lehet állni, általában pamutvászonokkal dolgozik, de aki annyira beleszeret, már ezek az anyagok Magyarországon is bizonyos kreatív hobbis üzletekben elérhető. A másik nagyon nagy kedvencem volt ez a varázslatos díszek mesés tárgyak. Itt már, bocsánat, kiesett egy könyvjelző, a karácsonyi ünnepkörhez készülődik, sőt, amit nagyon imádtam, táskák mellett apró sapkát is készít rozettás díszítéssel, a rozetták készítését is Tildától tanultam meg. Ezek apróságoknak tűnhetnek olyanok számára, akik profin varnak, de jó ötletek vannak benne, én úgy gondolom, viszont aki hobbi varró, mint én, azok számára akár egy-egy ilyen kis madárka elkészítése is
örömmel tölti el a lelkünket. Szóval itt készíthetünk mackót, szarvasfejet, adventi naptárat, és minden olyan dolgot, amely így karácsonyra ajándéknak egy-egy gyönyörű, kivitelezett munka lehet belőle. Karácsonyi manók, nagyon-nagyon szeretem. Tilda figuráiról tudnotok kell azt, hogy kicsit extrémebbek. Az északi országokra jellemzőek ezek a nagyon nyújtott figurák, tehát nem annyira arányosak. Szépen meg vannak csinálva, csak sokkal nyurgábbak, hosszabbak, mint a Kelet-Európában megszokott kézzel készült baba figurák. Én nagyon szerettem, mondom, akár egy ilyen kis szívecske elkészítése is szerintem nagyon aranyos ajándék lehet, itt kötényt is látok benne, karácsonyi angyalt, szóval nagyon sok ötletet ad nekünk arra, hogy hogyan készüljünk a karácsonyra. Így karácsony előtt szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Most itt a kezembe került, ami a Tölgy kiadó vette át a Tilda könyve kiadását, sajnos azóta nem nagyon láttam. Ez a tűcérna forró csoki, itt már jóval több kisállat, jóval több és bonyolultabb motívum is van benne, tehát aki a patchwork felé szeret kikacsingatni, azok számára ajánlom inkább ezeket. Ez az utolsó könyve volt, ha jól emlékszem, illetve az Otthon melege volt talán az utolsó, ami Magyarországon megjelent, és ezek már nagyon-nagyon színesek. Még a kezdeti Tilda könyvekre jellemző csak egy-két színt használt, utána már jóval több szín jelent meg. Természetesen minden évszakra készült Tildának könyve. Ez a Napsugaras Otthon, ez a tengerpartra viszel bennünket, és egy kicsit Jane Austen romantikus világához is kapcsolódhatunk. Ha jól emlékszem, van benne olyan apró baba is, amely Jane Austen ruháját stilizálja, illetve készíthetünk könyvborítót is, illetve képkeretet, tehát ha megnézitek, és levendula színben, illetve rózsaszínben pompáznak ezek a tárgyak. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon imádom, és ami még aranyos Tildánál, hogy nem diszkriminál, az angyalok lehetnek normál testalkatúak, de aki a dundi angyalokat szereti, azok is el tudják készíteni a maguk kedvenc kis figuráját. Én imádtam, nekem ez a könyv is rengeteget adott, itt kis mókuskák vannak benne, szóval szerintem álljatok neki és készítsetek el egy-egy figurát belőle. Mutatnám, hogy mik vannak még tőle. A karácsonyi ünnepkörhöz van ez a kézműves karácsonyi ajándékok. Nem tudom, mi kapható ezekből, tehát lehet, hogy érdemes ezeket a könyveket antikváriumban beszerezni. Például mézikéket lehet varni, nagyon aranyosak, ezek is pamucvászomból vannak, illetve egy kanna melegítő, aminek hóember formája van, de nagyon cukirén szarvast is tudtok készíteni. Szóval, ezek a kis figurák szerintem aranyosak, kedvesek, ajándékba is el tudnak készülni, és akiknek nincs varrógépe, vagy nem tudnak géppel varni, ne szomorodjanak el. Nagyon sok olyan figurát elkészítettem kézivarrással ezekből, tehát nem lehetetlenség, nyugodtan álljatok neki, nem nehéz őket elkészíteni. Mutatok még jó néhány könyvet tőle, ide készítettem mindent. Először a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóakat mutatnám, mesés karácsonyi ötletei Tildának. Itt már ugye megjelennek azok az anyagok, amelyekről beszéltem, amiket Tilda tervezett, tehát Tilda apró kis könyvei egy óriási vállalkozássá nőtték ki magukat, már kifejezetten beszerezheted az ő általa tervezett anyagokat is, ettől függetlenül én leginkább ilyen tűpettyes és csíkos pamutvászomból, meg egyszínű anyagokból szeretek dolgozni, szóval szerintem elképesztően cukik, kis karácsonyfadíszt is lehet készíteni, hóembereket, szóval nagyon aranyosak, illetve ez a korcsolya formájuk is Mikulás
csizma szerintem nagyon kedves és nagyon aranyos ajándék lehet bárki számára. Itt vannak az angyalok mindenféle kivitelben, illetve apró dobozkát is készíthetsz. Ennek a szabás mintája is megtalálható a hátsó részben. Szóval abszolút a karácsonyi hangulathoz szerintem nagyon sokat hozzátesz, de hogyha tengeri állatokat szeretnél készíteni, akkor a Tengerparton, Tilda a Tengerparton című könyvét ajánlom, itt a bálnáktól a csigákon át a mindenféle figuráig, sálig, kis hajóig el tudod ezeket készíteni. Nagyon szép kis figurák, és nagyon könnyen elkészíthetőek. Szerintem csodálatosan szép színvilágot válogat össze, és érdemes ezzel bíbelődni, illetve egyet-egyet ajándékba elkészíteni. Ezek a tökök is rendkívül aranyosak, mondjuk már túl vagyunk a őszi időszakon, amikor ezt már látjátok, akkor az időjárás is inkább már télbe fordul, de mondjuk a következő őszre el lehet belőlük is készíteni párat. Szóval ezt is nagyon sok szeretettel ajánlom, itt a kis bálna. Szóval ez is egy különlegesen jó kis könyvecske. Még ha jól emlékszem, hármat hoztam ide. Nem, jóval több van. Ha jól emlékszem, 4 vagy 5 van még, amit szeretnék bemutatni. Ez a Tilda északi barátai. Itt jeges medvéket készít, illetve fókát is, ha jól emlékszem. Nagyon tündér, elképesztően aranyos kis állatkákat készít. Szóval ezt is sok szeretettel ajánlom. Menjünk tovább a következő könyvvel. Télköszöntő ötletei Tildának. Ezekben is nagyon sokféle ötlet van karácsonyra. Elképesztően gyönyörűen fotózzák ezeket a karácsonyi asztalokat. Tehát már ahhoz is ad ötleteket, hogy hogy készítsd el. Érdekes, hogy a skandináv országokban ezek a hosszú manók jobban elterjedtek, mint a Mikulás figura, de ilyen kis házikót is lehet készíteni. Ennek is ott van a leírása az utolsó oldalakon, és akkor nyuszit is készíthetsz, illetve ilyen kis ajándéktasakot is, gyönyörű szépek ezek is. És akkor van egy olyan könyve, hogy Tilda alkotóműhelye. Ez a saját kis alkotó kuckóját mutatja be, és itt is kis állatokat készít, ilyen kis papagájokat, illetve nagyon sok dísztárgyat, amilyen patchworkbe hajló, és üdvözlőlapokat is találsz benne, illetve lehet ilyen nagyon szuper kis mobiltokokat is készíteni. Szóval szerintem abszolút a Tilda könyvek egy olyan szintézise a kézművességnek, bevállalósoknak nagyon cuki manó sapka, vagy kisgyereknek szerintem rendkívül édes lehet egy kislánynak egy ilyen manó sapi, és nem is nehéz elkészíteni, de itt van például laptoptok, amit szintén mutatok nektek, szóval ezt is érdemes átlapozni és elkészíteni. Igazán, hogyha pedig nem nagyon szoktatok varni, akkor például egy ilyen kis pillangót el lehet belőle készíteni. Nagyon-nagyon szuper könyv. Nekem rengeteg ötletet adott. És akkor mutatok még 2. Ez pedig a Tilda legkedvesebb barátai 30 különleges szeretnivaló figura. Ez inkább a kertbe kalauzol, ez inkább nyári. Ilyen cicánk van rajta, aki ugrik a halacskáért, ilyen méhecskék, illetve minden kerti állat a békától kezdve a madarakig, csigákig nagyon-nagyon édesek, és el lehet készíteni őket nagyon könnyen. Szóval mindegyikből készítettem már egyet, tehát én mindenkinek ajánlom, hogy vegyétek kézbe a tűt és a cernát, és készítsetek egy-egy kis állatot. A Tilda Meseországban könyv azért érdekes és különleges, mert különböző ismert meséknek a figuráit készítette el. Nekem ebből mindjárt megmutatom. Itt van például az Őzike, aki akár lehet Bambi is, ez is nagyon-nagyon szép, illetve a kedvencem, Pinocchio is rendkívül aranyos, őt is elkészítette.
És ez pedig a rendíthetetlen ólomkatona és az ő balerinája. Hogyha emlékeztek az Andersen mesére, akkor ezt is érdemes elkészíteni. Csodaszép figurák vannak ebben a könyvben is, aki szereti a meséket, annak számára szerintem ez egy kihatatlan könyv. És egyetlen egy maradt már csak hátra, az Otthon melege, ez pedig inkább a felnőtteknek van, és néhány olyan apróságot mutat be, amellyel karácsony előtt meghitté tudjuk tenni az otthonunkat. Rendkívül aranyos kis szarvasok vannak benne, mindjárt mutatom úgy közelebbről, ha látjátok. Illetve lehet ilyen pénztárcát készíteni, szóval kis tűpárnát a kézimunkázóknak. Elképesztően gyönyörű ez a kis terítő is, tehát hogyha kézzel szeretnétek valamit készíteni a szeretteiteknek, akkor Tilda szerintem a legjobb választás. Ezzel az utolsó kis könyvvel én most be is fejezem ezt a Tilda videót. Nagyon bízom benne, hogy ti nektek is tudtam egy kis kedvet csinálni a kézművességhez, és rávenni benneteket arra, hogy készítsetek saját magatok ajándékot egy-egy családtagotoknak, vagy gyermekeiteknek. Rendkívül jó élmény, sőt, akár közös munkára is buzdítanálak benneteket a gyerekekkel. Tilda nekem azért is nagyon-nagyon fontos, mert később az ő nyomdokain elindulva kezdtem el a saját figuráim formáit kialakítani, és teljesen egyéni módon elkészíteni a saját mesefiguráimat, amiből aztán később kiállítás is megvalósult magyar mesehősökkel. Szóval bízom benne, hogy a Tilda iránti szenvedélyem átragad rátok is. Én annak idején, amíg nem jelentek meg magyar nyelven, képes voltam norvég szótárral nekiállni a fordításnak, hogy legalább valamennyire el tudjam olvasni a Tilda könyveket. Rendkívül hangulatos és barátságos és meghitt percek áradnak ezekből a könyvekből, és úgy kedvem lenne arra a szigetre is ellátogatni, ahol Tilda él, mert rendkívül jól át tudta adni nekem a kézművesség szeretetét. A kézművesség egy olyan dolog, ami az olvasás mellett szintén a szívem csücske, és most elég sok hangsúly kerül rá, hiszen karácsonyi vásárra is készülünk, és nagyon sok figurát fogok majd elkészíteni. Én bízom benne, hogy kedvet kaptatok, hogyha már olvastátok valamelyik könyvét, vagy készítettetek valamelyik figurát, akkor mindenképpen írjátok meg nekem. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, én Erhás voltam, hogyha tetszett ez a videó, kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalma eljuthasson hozzád. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!